február végén, március elején még mindig van egy olyan időszak, amikor szabad gyökerű facsemetéket ültetettünk. Ugye ez jellemzően október 20-a után áll a rendelkezésünkre, október 20-tól egészen a fagyokig, december elejéig, közepéig, ameddig ki tudunk menni a területre és el tudjuk ültetni a gyümölcsfáinkat, ugye döntően most gyümölcsfákról beszélgetünk. És aztán utána február végétől március elejéig, közepéig, attól függ, hogy ugye mikor jön a melegedés, mikor pattannak meg a rügyek. Hát most például, hogyha itt van mondjuk, itt vannak ezek a szilvafák, hogyha most itt ezt, hát ugye kimenjünk, megtörjük, de ugye még jobb, hogyha ugye belemetszünk. Kérem szépen, ezt most kintről, a hidegről hoztam, és lehet látni, hogy bizony már zöldes, tehát lassan elindul benne a nevkeringés, ugye a kényszernyugalmi állapot az valamikor fajtától függően január közepén, végén, február elején véget ért, és onnantól kezdve ide most én behoztam ezeket a gyümölcsfákat a fóliaházamba, az egyik fóliaházamba, és itt ültetem be őket. Most ami nagyon fontos, most nem a konkrét szilva metszéséről fog beszélni, vagy egy bizonyos koronaformáról, hanem arról, hogy egyáltalán a szabad gyökerűekkel hogy kell bánnunk. Ugyanis nagyon sokan azt mondják, hogy megvásárolják a szabad gyökerű gyümölcsfát, ugye kapnak egy ekkora valamit. Ugye itt gyakorlatilag, itt van a 2 méter, tehát ha jól tudom, akkor az a kereszt merevíti ott fönt, az 2,90-en van. És a 2,90-en akkor látják, majdnem egy 3 méteres fát kap tőlem valaki, aki a kertészetemből megrendel egy ilyen szabad gyökerű fát. Gyors, rövid kitérő, nem a témához tartozik, de ugye el tudjuk képzelni, hogy a csomagküldők, amikor kiküldenek egy 1,90-es valamit, akkor az egy ekkora, jó? Tehát ugye ez a különbség a kertészetem és sok mindenki más között, hogy egy ekkora gyümölcsfát küldök ki, mondjuk például ebben a szilva esetében. Na most mi történik akkor, miután én ezt mondjuk beültetem, és mi történik akkor, hogyha mondjuk önök beültetik? Nagyon fontos, hogy nagyon sokan ezt elültetik, és nem nyúlnak hozzá se a gyökérhez, se a koronához. Mondván, adtam érte majdnem 2000 forintot, hát örülök, hogy végre ekkora csak nőjön szépen terebélyesen. Most az a helyzet, hogy ezek a fák, ezek kérem szépen mű növények. Ilyen növény a természetben nem létezik. Ez itt kérem szépen az alany, itt van az alany, és ez az alany, ez 2018 elején van, akkor 2017, 2016 során ez megnőtt majdnem akkorára, mint ez a fa. Majdnem megnőtt akkorára. Nézzék milyen vastag? Ilyen vastag. És ezt itt elvágták. Ugye megtört, ugye alany nemes, beleoltották a nemes részt, egy kakansz karánát, de teljesen mindegy, hogy micsodát, Golden Daily Chest Championt akármit csinálnak, mindenféle fajtának, és ide beleoltották. És az alany és a nemesből létrejön az oltvány. Ez az oltvány. Ezt az oltvány mi emberek csináljuk, kertészek, kertészmérnökök, és ilyen nem létezik a természetben. Ebből fakadóan olyan, hogy nem metszük meg ezt a növényt, ezzel aláírjuk a halálos ítéletét. Tehát az történik, hogy az, aki nem metzi meg ezt a növényt, csak így elülteti, mert örül, hogy a sok-sok pénzért van egy nagy fája, az a növény halálra van ítélve, ugyanis elkezd nő, ugye mindenképpen, amikor ki van termelve október végén, akkor ugye valamennyi hajszálgyökér azért ez elszakad. Most gyakorlatilag utána az történik, hogy lényegében elkezd hajtani a növény, hajt, nagyon szépen gyorsan kilombosodik, és aztán azt lehet látni, hogy gyakorlatilag elkezd ritkulni, elkezd így megállni így a növésben, és lényegében általában június környékére feladja. Tehát a legtöbb ilyen nem visszametszett szabadgyökerű növény az június környékén, júliusban elpusztul, és akkor sokan fölhívnak, hogy hát rossz fát adtam. Nem rossz fát adtam, hanem rosszul kezelték, és ezért nagyon fontos, hogy most megtanuljuk az alábbiakat. A legfontosabb az, hogy ha ide teszem a már beültetett és megmetszett növényekhez, akkor rögtön lehet látni, hogy körülbelül a fele akkora. De nem kell sajnálni, mert heteken belül visszaéri magát, csak gyakorlatilag a visszametszés az egy kötelező érvényű dolog. Ezt akarom ebből az egészből kihozni. Először is hozzányúlnak magához a gyökérhez. Nagyon szépen, picikét, ha valahol egy sérült részt látunk, akkor gyakorlatilag azt is kicsikét lemetszük. Egy picikét így meg lehet igazítani a gyökerét. Szépen én szeretek mindenhol egy picikét belecsípni. Valahol van egy törés, egy sebesülés, akkor azt rögtön eltávolítom gyakorlatilag. És akkor itt van maga, meg van metszve a gyökér. Mondjuk valami, ami mondjuk esetleg nem szükséges, azt mondjuk eltávolítom többől, és akkor még egyszer most nem a koronaforma a lényeg, külső rügyre érdemes persze metszen, egy ilyen szép koronát kialakítsunk, de még egyszer most nem ez a lényege ennek a videónak, hanem ide nézzenek, nézzék meg, ez körülbelül egy 1 méteres rész, amit le fogok belőle vágni, és nem sajnálom, mit nem sajnálom, boldog vagyok, hogy megmetszhetem, és ez azért nagyon fontos, mert kérem szépen, látják, és most ide mellé teszek egy másikat, amit még nem metszettem meg. Kérem, na ez 3 méter magasra fölér ennek a szilvának a teteje. Ezt kell megnézni, és ezt kell megjegyezni. Ez a szabad gyökerű, ahogy önök megkapják, és ez pedig, amit csinálniuk kell belőle,
mielőtt elültetik, vagy mikor elültetik. Ha így ültetik el, a fa halálra van ítélve, nem fog teremni, nem fog megerősödni, nem fog működni, mert ez egy oltvány, egy kecét csemete. Így kell létrehozni gyakorlatilag ezt a gyümölcsfa csemetét. Ezt érdemes mindenkinek megfontolnia, és hát mindenkinek virágzásban és termésben gazdag gyümölcsös kerteket kívánok a következő évekre, ami csak akkor fog megtörténni, hogyha ilyen szépen szakszerűen és radikálisan visszametszik a szabadgyökerű gyümölcsfa oltványokat.